Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Annyira sikeres volt a toborzás vállalaton belül, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy csak kétszer annyian jelentkeztetek a programra, az összlétszám volt. Számomra ez azt mutatja, hogy óriási a várakozás és a lelkesedés. A mai napon azért jöttünk, hogy önkéntes kollégáink közreműködésével segítsünk megtisztítani a Tisza átterületét. Három telephelyről, Budapestről, Debrecenből és Pécsről érkeztünk. Vállalatunk a Deutsche Telekom IT Solutions régóta nagy hangsúlyt fektet a CSR tevékenységre, tavaly pedig elindítottuk a Sustainability programunkat. Ez a mai nap, ez ennek a kettőnek egy közös eredménye, a zöld önkénteseink javaslatára kezdtük el ennek a mai napnak a megszervezését. Bízunk benne, hogy a mi kis csapatunk ezen a 80 fővel hozzá tud járulni a Tisza területének a megtisztításához. Vidám parkban volt régen, amikor kisgyerekek voltunk, hogy így lehetett horgászni. Eladó, megy fel a marketplace-re. Üvegben műanyag. Előtt az egyik csapat vízen volt, a másik csapat szelektált a Kiskörei folyómentőközpontban. Itt mögöttem látszódnak a zsákok, amiket már teleszettünk, és idehoztuk ehhez a gyönyörű dinnyés heti kikötőhöz. Ezek is szelektálásra kerülnek, ugyanúgy elvisszük őket a Kiskörei folyómentőközpontba, és ott leválogatásra kerülnek, a hulladék 60%-a újra hasznosul. Csapatokba szerveződve, jó koordináció mellett sikerült szerintem egy egész nagy területet megtisztítani. Sokat megtudtunk arról, hogy hogy lehet szelektálni a hulladékokat, mi az, ami alkalmas további felhasználásra, mi az, ami nem. Tehát ez az otthoni gyűjtésbe tud segíteni. A jövőben pedig elgondolkodható az, hogy én is mit tudok tenni egyénként azért, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyom, és nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy tudatosabban éljek a mindennapjaimban.